nyugati part zsidó telepesei megkezdték a felkészülést az önálló palesztin állam esetleges kikiáltását követő erőszak hullámra. Őrizetbe vették Londonban a svájci UBS bankcsoport egyik brókerét, aki a gyanú szerint 2 milliárd dollárnyi veszteséget okozott a banknak. Jó estét kívánok! Több száz fős tüntetés kezdődött az este folyamán Ammanban az izraeli nagykövetség előtt, amelyet a zsidó állam korábban már csaknem teljesen kiürített. Izrael ugyanis attól tartott, hogy a jordániai nagykövetsége hasonló helyzetbe kerülhet, mint múlt pénteken a kairói, amit feldühödött egyiptomi tüntetők ostromoltak meg. Ismét összecsapásokba torkolottak az Ali Abdallah Saleh elnök elleni tüntetések Szanaában. A harcok központja az egyik befolyásos törzsi ellenzéki vezető otthona környékén volt. Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia attól tart, hogy a jemeni zavargások az Al-Qaida helyi szervezeteinek megerősödéséhez vezethetnek. Közben szerda éjszaka három robbanás rázta meg a déljemeni Aden kikötővárost. Az ismeretlen, feltetően szélsőséges iszlamista fegyveresek aknagránáttal ruhamozták meg a rendőrőrsöt és a titkosszolgálat épületét. A jemeni hadsereg két hónapja indított offenzívát a kikötővárossal szomszédos Abyan tartományban. Ennek székhelyét és több városát tavasszal foglalták el radikális iszlamisták. Kialakult a szíriai ellenzék közös vezető szervezetének, a 140 tagból álló nemzeti tanácsnak az összetétele, jelentette be csütörtökön Isztambulban a testület szóvivője. A szervezet három alapelv köré szerveződött: folytatni a harcot Bashar el-Assad elnök rendszerének a bukásáig, békés eszközöket alkalmazni és megőrizni Szíria területi egységét. A tagok közül 60-an Szíriában, a többiek külföldön élnek. Az alakuló ülésre Hollandia, Japán, Kanada és Szudán küldött megfigyelő diplomatákat. A nyugati part zsidó telepesei megkezdték a gyakorlatozást az önálló palesztin állam esetleges kikiáltását követő erőszak hullámra. Valószínűnek tartják ugyanis, hogy a felajzott palesztin fiatalok erőszakkal próbálják majd birtokba venni a sajátjuknak vélt területeket, vagy államiságuk elutasítása esetén a telepeseken próbálják kitölteni a haragjukat. Palesztin fiatalok tüntetnek az egyik cisziordániai zsidó telepet Kiryat Arbát körülvevő szöges drót közelében, most még csak próbaképpen. Ők ugyanis mindannyian beöltözött zsidó fiatalok, akik a szeptember végi eseményekre igyekeznek felkészülni. Az áltüntetők kövek helyett még csak teniszlabdákkal dobálják az izraeli katonákat, akik vaktöltényekkel reagálnak a provokációra. Gyakorlatot tartunk, hogy felkészüljünk mindenre, ami történni fog. Az arabok erőszakos cselekményeire az ENSZ bejelentését követően, mondja ez a fiatal. A jelek szerint a zsidó telepesek valódi sebesülésekre és valódi vészhelyzetre készülnek. A gyakorlaton ugyanis a mentőegységek teljes személyzetükkel részt vettek, és nem csak a zsidó, hanem a palesztin sebesülteket is mentették. Azt is gyakoroltuk, hogy terroristák törnek be az egyik iskola udvarára. 10 évvel ezelőtt ugyanis ez egyszer már megtörtént itt. Akkor hála Istennek le tudtuk lőni a terroristát. Reméljük, Isten segítségével minden akció úgy fog végződni, hogy a terroristák meghalnak és nem lesznek további áldozatok, mondja a mentőszolgálat vezetője. Mahmoud Abbas palesztin elnök szeptember 23-án 00:30-kor terjeszti be a palesztinok ENSZ-be való felvételi kérelmét a főtitkárnak, annak ellenére, hogy Avigdor Lieberman izraeli külügyminiszter szerdán kemény és súlyos következményeket helyezett kilátásba erre az esetre. Őrizetbe vették Londonban a svájci UBS bankcsoport befektetési részlegének egyik munkatársát, aki a cég gyanúja szerint 2 milliárd dollárnyi veszteséget okozott a banknak felhatalmazás nélküli kereskedési ügyletekkel. A 31 éves férfi csalását ma fedezték fel, de további részleteket nem közöltek. Az ügy kipattanása miatt a UBS részvénye csaknem 7%-os zuhanást produkált. Svájc legnagyobb bankja a 2 milliárd dolláros mínusz miatt várhatóan veszteséges lesz a harmadik negyedévben, de közleményük szerint az ügyfelek számláit nem érinti a kár. Legalább 4 életüket vesztették Kambodzsa Tájfölddel határos területein a több mint egy hete tartó heves esőzések miatt kialakult áradásokban. A medrükből kilépett folyók városokat és farmokat öntöttek el. Az otthonokban, az infrastruktúrában, valamint a helyiek megélhetését biztosító rizs, kukorica és manióka ültetvényekben is hatalmas károk keletkeztek. Az érintett városokban zárva tartanak az iskolák, az üzletek és a kormányhivatalok is.
Dánia szerte ma zajlottak az országos parlamenti választások. Az előzetes felmérések szerint az európai trendekkel ellentétben a gazdasági válság és a jobboldali kormánnyal szembeni elégedetlenség a baloldali erőket segítheti győzelemhez a skandináv országban. Megnyíltak a szavazóhelyiségek és az urnák. Dánia lakosai 5 év után szavazhatnak ismét a parlament összetételéről. 4 millió választópolgár döntheti el a 179 mandátum sorsát. Bár ez az első politikai megmérettetés egy skandináv országban a norvég Breivik által elkövetett tömeggyilkosság óta, a bevándorlás kérdése a dán pártok kampányában háttérbe szorult. A gazdaság témája szinte minden mást félresöpört. A dán néppárt persze megpróbálta napirenden tartani a határellenőrzés és a bevándorlás kérdését, de egyik párt sem vette a lapot, mondja ez a politológus. Az egyik dán napilap szerint a mostani választás 3 dologról szól: a gazdaságról és a gazdaságról. A válság kezdete óta az országban 175 ezer munkahely szűnt meg. A növekedés megállt, a költségvetés hiánya pedig 4,6%, miközben 3 évvel ezelőtt még többlettel zárt az ország. Az előzetes felmérések a gazdasági helyzet romlása miatt a 10 éve kormányzó jobb-közép koalíció bukását valószínűsítik. A kormányváltás után így a 4 pártból álló baloldali koalíció, a Vörös Blokk vezetheti az országot. Remélem, hogy működésbe hozzák a dolgokat, de egy kicsit olyan, mintha a pest is és a kolera között kellene választanunk. Úgy tűnik, senki nem találja az igazi megoldást, véli ez a szavazó. Dánia történetében most először ülhet nő a miniszterelnöki székbe. A Vörös Blokkot vezető 44 éves, 2 gyermekes Helle Thorning-Schmidt. Pártja a gazdagok adójának emelésével és a munkaidő megnövelésével oldaná meg a dánokat is sújtó válságot. Az új kormányra ezen kívül egy másik feladat is vár. Január 1-től ugyanis Dánia veszi át Lengyelországtól az Európai Unió soros elnökségét. A szavazatok összeszámlálása várhatóan éjjel 1 óra körül fejeződik be. 3 tábornok is meghalt Angolában, amikor Huambo városánál lezuhant egy katonai repülőgép nem sokkal a felszállás után. A fedélzeten tartózkodó 36 utasból 6 élte túl a katasztrófát. A Portugál Sol című lapnak az egyik túlélő azt nyilatkozta, a szerencsétlenség kiváltó oka valamiféle technikai hiba lehetett. A lezuhant gép brazil gyártású Embraer volt, amelyet speciálisan katonai személyszállításra használnak 2002 óta. Éhséglázadás fenyeget, a szárazság sújtott a Szomáliában. Szerdán több százan vonultak Mogadisú utcáira, hogy felhívják a világ figyelmét a menekült táborokban uralkodó embertelen körülményekre. Közben Szomália miniszterelnöke csapaterősítést kért az ENSZ-től az ország déli részét uraló iszlamista lázadók elleni küzdelemhez. Nincs víz, nincs étel, áll az elkeseredett demonstrálók transzperensein sajátos angolsággal. A legtöbben Szomália vidéki területeiről menekültek ide, mert arra számítottak, hogy a fővárosban tevékenykedő segélyszervezetek jóvoltából túlélhetik a másfél éve húzódó, 60 éve nem látott szárazságot. Mogadisuba érve azonban csalódniuk kellett, mert a főváros uraló Al-Shabaab iszlamista terrorcsoport még a kevés beengedett humanitárius szervezet munkáját is erősen korlátozza. Rendszeresek a külföldi segélymunkások elleni támadások, és a szállítmányok nagy részét a fegyveresek saját céljaikra foglalják le. Nem kapunk élelmet és vizet, és vécé sincs a táborban. Arra kérjük a nemzetközi közösséget, hogy segítsenek, mert nagyon szenvedünk, mondja ez a nő. Szomália miniszterelnöke a helyzet megoldásának érdekében arra kérte az ENSZ biztonsági tanácsát, hogy engedélyezze az országban állomásozó nemzetközi erők létszámának megemelését. Így hatékonyabban tudnának fellépni az iszlamista lázadók ellen. Az éhínség miatt mintegy 11 millió ember szorul azonnali segélyre a térségben, de ha a segítség nem jut el hozzájuk időben, az a következő hónapokban akár 750 ezer ember halálát is okozhatja. 15 hónappal a választások után megalakulhat a belga kormány. A belga pártok ugyanis megegyezésre jutottak a flamand vallonviták legsúlyosabb választójogi kérdésében, a brüsszeli és a Brüsszel környéki választókerületek kettéválasztásának ügyében. Ezzel megnyílt a szövetségi szintű koalíció alkotás lehetősége.
A most létrejött kompromisszum a II. Albert király által közvetítőnek felkért Éliódi Rupiónak, a vallon szocialisták vezetőjének köszönhető. Belgiumban a tavaly júniusi parlamenti választások óta nem sikerült kormányt alakítani. A vezető testület nélkül eltöltött 15 hónap világrekordnak számít. Világhíradóval legközelebb holnap délben jelentkezünk. Mészáros Antónia várja majd Önöket, most pedig következik a 700-as klub. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!